2000-ben kezdtem a vállalkozásomat, és a Várkörúton indult a vállalkozásom, és 2,5 év után jöttem át ide a Lövölde utcába, és most már közel 20 éve, hogy űzöm az ipart. Igazából nem tudtam, hogy mibe vágok bele, mert hogy ugye én soha nem voltam vállalkozó, rögtön az iskola után kezdtem el ezt az egészet, és hát igazából anyagilag volt ezt nehéz beindítani, de ugye a szüleim segítségével ez sikerült, utána meg már a kitartás, hogy a vendégkörnek a felépítése az nyilván hosszú idő volt. Hogyha elég ambíciónk van, meg kitartásunk, akkor sikerül ez. Bizalmat adok az embereknek azzal, hogy a külsejüket így megszépítem, és hogy tényleg egy problémásabb bőrből mondjuk tudok egy szép arcot varázsolni. Menet közben alakult ki a smink iránti szeretetem, amit mai napig csinálok. Még vannak távlati tervek, hogy mindig valami újat tanulni. A vendégeimmel baráti a kapcsolatom, jól érezzük magunkat, jó a hangulat. Szabad idő az nagyon-nagyon kevés, de mivel ezt még 20 év után is szeretem csinálni, ezt azért nem élem meg olyan nagyon nagy tragédiának, meg hát tényleg így, hogyha előre tervezünk mindent, akkor ez megoldható. Szerintem minden úgy volt jó, ahogy volt. Aztán majd nyilván az ember így az évek alatt majd biztos kitalál olyan dolgokat, amit már lehet, hogy másképp csinálnék, de most jelen pillanatban azt mondom, hogy jó volt ez így, ahogy volt.